Igen, van nagyon sok szokásom. Péntektől kezdődően szombaton keresztül elég sok olyan van, amit nem szeretek kihagyni. Ezek közül talán a legfontosabb a barátnőmtől kapott hajgumi, ami mindig nálam van meccs közben is. Most már a sípcsontvédőmben, mert a bírónak nem tetszett, a kezemen van a hajgumi, úgyhogy ennek ez helyet cserélt, tavaly még a kezemen volt. Ezen kívül pedig mindig ugyanolyan sorrendben feljúm a családtagokat a mérkőzés előtt. Az utolsó, az apukám, őt már általában itt a stadionban vagy a buszról hívom fel, még vele beszélek, és onnantól kezdve már csak a meccsre próbálok koncentrálni. Nyilván mindenkinek óriási megtiszteltetés, hogyha a Magyarország egyik legnagyobb múltú klubja keresi meg, úgyhogy én is ezért nagyon-nagyon boldogan fogadtam az Újpest megkeresését, és örültem annak, hogy aláírtam a szerződésemet. Nápolyban lettem 86-os, hiszen a 9-es foglalt volt, mert akkor a Cavani volt, jól emlékszem, vagy a Vargason, most nem emlékszem pontosan, úgyhogy nyilván neki nem tudtam mondani, hogy kicsi azt a messzámot vedd le, mert most már meg a 9-es, ezért próbáltam egy olyan messzámot keresni, amihez nagy a kötődésem, így édesapukám és édesanyukámnak az esküvői dátumát, ami 1986-ban volt, választottam, ott az lettem, és onnantól kezdve már Diósgyőrben és Újpesten sem szerettem volna ezt lecserélni. Kapuban a Buffon állna, úgy gondolom, hogy óriási legenda, és az olasz foci közel áll hozzám. Hátvéd sorra az úgy állna fel, mivel nagyon reálos vagyok, így biztos vagyok, hogy Carvajal lenne a jobb hátvéd. Sergio Ramos az egyik belsővéd, Langádám a másik belsővéd, hiszen ő nagyon jó barátom, és hát ő magyar válogatott is. Bal hátvédben az Alexandro lenne, középpályán, itt is sajnos a barszásnak nem tudok kedvezni, mert nálam Modric és Kroos lenne. A jobb szélen Ronaldo, irányítóban az Isco, csatárban biztos, hogy az Ibrahimovic, és bal szélen, hát bele kell tennem egy barcelonásat, a Messi lenne a bal szélső. Úgy érzem, tavaly sem zavart ez a nyomás, hiszen tudtam 17 gólt szerezni a plusz 2-t a kupában egy nagyon fontos mérkőzésen. Hogyha zavarna, akkor szerintem más is sportágat kéne választanom, mert nem tudnám feldolgozni a dolgokat, és nem tudnék úgy a pályára lépni, hogy jó teljesítményt hozzak. Úgy érzem, ezt az alaptaktikát már megmutattuk tavaly, hiszen elég jól működött. Ugye a szélen az ellenfelek mögé kerüljünk, és beadásokkal próbáljunk gólokat szerezni. Mi úgy gondolom, hogy a tavalyi szezonban nagyon jól sikerült, idén egyelőre akadozik. Ami tavaly nagyon jól működött, hogy az időzítések akkor adták be, amikor érkeztem, vagy akkor érkeztem, mikor adták be, teljesen mindegy, melyik nézőpontból nézzük. Ez nagyon jól működött, ebben az idényben még nem állt össze. Nagyon remélem, hogy hamarosan ez is sikerülni fog, és akkor olyan gördülékeny lesz a támadó szekció, mint ami tavaly is volt. Inkább mondanám góltalanságnak, mint formanyatlásnak, hiszen a formámban úgy érzem, nincsen semmiféle baj, ugyanúgy profin étkezem, profin élek, mindent megteszek a futballért, mint a tavalyi szezonban is. Ahogy mondtam, nem álltak össze még a beadások. Van, hogy én érkezem rosszul, van, hogy a beadás jön rosszul. Nyilván minden nap azon dolgozom, hogy minél hamarabb megtaláljam az okát annak, hogy nem annyi gólt rúgok, mint tavaly, de remélem, hogy sikerülni fog. Engem is nyilván bánt az, hogy kevesebb találatot szerzek, de a legfontosabb, hogy a csapat azon az úton maradjon, amit Szombathelyen elértünk, Szombathely ellen, és nyerjük meg a mérkőzéseket. Igen, sajnos nagyon sok indulatos ember van, vagy indulatos kommentelő volt, akikre sajnos jellemző, hogy képesek az addigi introjektíven megélt külső világ percepcióját vulgárisan kommunikálni, mind szerintem explicit és implicit módon is, amihez még hozzájárul némi passzív-agresszív dimenzió is a háttérben, ami nyilván nem esik jól, de ezt tudni kell kezelni.